A nagy felfordulás. Késő nyári délután volt. A rét virágai álmosan ingatták fejüket a sárguló fűben. Csodálatos időnk van. Úgy sétálnék egyet. Remek ötlet. Tényleg jól esne egy kis testmozgás. Hilda és Béla bá feltápászkodtak, hogy halkan, nehogy felébresszék a többieket, leugráltak a kupacról. Séta, ez csak úgy a séta kedvéért. Sosem tudtam, mit gondoljak a lepkehalakról, amikor reddesni látom őket odafent, olyan, mintha egy tenger lenne az ég helyén. Bizonyára ők sem tudják eldönteni, hogy két fejűnek lenni furcsább, vagy lepkehalnak. Közben egy kis facsoporthoz értek. Milyen érdekes az az odú? Olyan, mint egy kulcsjuk. Ahol kulcsjuk van, ott kulcsnak is kell lennie. Béla bá azzal keresgélni kezdett botjával a fűben. Ezt keresitek? Ezek szerint nálad van. Ha nem így volna, kézen közön eltűnne. Most mi lesz? Azt majd meglátjuk. Béla bá beledugta a kulcsot a lyukba, és elfordította. Nem történt semmi. Csak leesett a kalapom. Ott van. Felrepült? Inkább leesett. A két kufli értetlenül nézett rá. Amikor eltekerted a kulcsot, megfordult a rét. Ennyi az egész. Ritkán ugyan, de megtörténik. Most fent van, ami eddig lent volt, és lent, ami eddig fent. Na, nekem mennem kell. Álljál, Ercsi! Most mi lesz? Megpróbálom visszacsinálni. Úgy látszik, visszafelé nem működik. Akkor örökké fejjel lefelé maradunk. Hidd el, meg lehet szokni. Esetleg próbáltok meg kézen állva, tanácsolta egy pók. Nem is rossz ötlet. Hú, elég kényelmetlen. Hozzunk segítséget. Valahogy helyre kell ezt hoznunk. Fogták magukat, és két kézen lépkedve visszasiettek a kupacukhoz. Ti meg mit csináltok itt fejen állva? Igazából a rét állt fejre, nem mi. Sürgősen vissza kéne billenteni. Úgy érted, hogy most mindannyian fejjel lefelé vagyunk? Így van, magam sem értem, hogy történhetett. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem értem. Akkor miért nem potyogunk le a rétről? Talán mert annyira hozzátartozunk. Csak nehogy egyszer mégis lehessünk róla. Van egy ötletem. Ha minden rétlakó összegyűlne valahol az elhagyatott rét szélén, és ott egyszerre ugranánk egy jó nagyot, azzal talán vissza tudnánk billenteni a rétet. Remek ötlet! Hol legyen a gyülekező? A legutolsó bokornál. Az a rét legszélén van. Könnyű megtalálni. Néhány lépésre van az utolsó előtti bokortól. Sietve szétszélettek. Titusz észak felé indult, Pofánka délnek, Valér keletnek, Zödön pedig nyugatnak. Fityirc meg... Na, ő szaladgált egy kicsit erre is, egy kicsit arra is.
Mi egyenesen a bokorhoz megyünk, mondta Béla bá Hildának, akit szemlátomást megviseltek a történtek. Alig egy óra múlva minden rétlakó ott gyülekezett izgatottan a legutolsó bokor körül. Ha azt mondom hopp, mindenki egyszerre ugorjon egy nagyot. A rétlakók elcsendesedtek. Hopp! Én megyek, és visszaadom a kulcsot a vakondnak. Talán jobb lenne, ha ezentúl mi őriznénk. És bármikor felfordíthatjuk vele a rétet. Felfordulás kulcs nélkül is tudunk csinálni. Mit szólnátok inkább egy ünnepi kézenjáró versenyhez? Kézen, szárnyon és csáponjáró verseny legyen, hogy mindenki indulhasson. Cél a kuflikupac! Kiáltotta Titus, mire mindenki elindult. Egymás hegyén hátán ugrabugráltak keresztül az elhagyatott réten. A legutolsó bokor csodálkozva nézte őket. Még csak el nem tűntek a táborban. Most akkor melyik fejem van lent? És melyik lent? Mi újság, kuflik? Akkora tél volt, hogy csak na! Amerre a szem ellátott, minden fehér volt, mintha csak egy óriási habszifon durrant volna ki az elhagyatott rét közepén. Mennyire kihalt ilyenkor ez a vidék? Sóhajtott a pofánka. Így van! Bólogatott Béla bá. Az állatok egy része téli álmot alszik, egy másik részük viszont ébren van. De közülük egyesek, mint a hópaglyok, hócsigák, hógiliszták, hómenyétek, nem látszanak, mert ők maguk is fehérek, mint a hó. És a többiek? Kérdezte Valér. Bebújtak az odójukba, vagy elutaztak melegebb vidékre. Én inkább a téli álmot választanám, mint az utazást. Dörmögte Zödön. Pedig utazni sem rossz. Persze nem volt ilyen időben. Az unatkozásnál bármi jobb! Ász! Jegyezte meg Titus, és kifújta az orrát. Nincs kedvetek játszani valami? Kedvünk volna, de mi legyen az? Mi lenne, ha hógolyóznánk? Kérdezte Hilda. Az olyan régi módi dolog. Rázta a fejét pofánka. Inkább rendezzünk jégcsapgyűjtő versenyt! A kedvenc téli szórakozásom! Kurjantott lelkesen Titus. Akkor már is induljunk! Régi szokásuk szerint minden kufli más irányba indult. Gyerekek! Én csak szólok, hogy arrozon, elindultok itthonról, mindig történik valami kellemátlásség. Megfigyeltem, mindig az van. Bólintott a fatuskó. Örökösen akad valami gond. Tisztára, mint valami kitalált történetben. Érdekes, ez eddig fel sem tűnt. Ingatta a fejét Béla bá. Akkor szerinted inkább maradjunk itthon? Nézett a fatuskóra Fityész. Hát csak azt mondom, jobb az óvatosság. Emlékezzetek csak, amikor Béla bá a felfordulós kulcsot találta, vagy amikor átévettetek a hóban, ugye bár, vagy amikor Hilda felpróbált egy varázsgomba kalapot. Arra nem emlékezhetnek. Bökte meg Hilda a fatuskót. De hát, ha állandóan itthon ülnénk, sosem történne velünk semmi, mondta Titus. Az miért volna baj? Mert unalmas lenne. Ez egészen biztos? Kérdezte Fityérc. Mit szólnátok, ha kipróbálnánk? Maradjunk itthon, és nézzük meg, mi történik, amikor nem történik semmi. Elvégre pont ráérünk. Hát jó. Szólj, amikor kezdhetjük.
Nem tudom, mi legyen a jel? Szerintem mondjad azt, hogy cickáj cucc. Az elég vicces lenne. Dugta ki ekkor a fejét odujából a mohamanyi. Rendben, mondta Fityirc. Cic! Kágy! Cucc! Rikoltott a teli torokból Fityirc. Most mit kellene csinálni? Semmit. Épp ez a lényeg. Mondta neki Hilda. És így is lett. A kuflik nem csináltak semmit. Ass! És még mindig semmit. Így telt múlt az idő. Mennyivel fárasztóbb szánt szándékkal nem csinálni semmit, mint csak úgy. Igazad volt. Ez tényleg unalmas. Elálmosodtam. Ásított nagyot Hilda. Ha nem történik semmi, akkor ráadásul nem lesz rólunk semmi mesélnivaló. Miért? Ki szokott rólunk mesélni? Nem tudom, de ha valaki megkérdezné, hogy mi újság, kuflik, akkor nem tudnánk semmit sem mondani neki. Az elég nagy baj volna. Olyan lenne, mintha nem is volnánk itt. Láthatatlanok lennénk, mint fehér teve a hóban. Akkor hát gyorsan csináljunk valamit. Mondjuk keressünk jégcsapokat, ahogy eredetileg terveztük. Azonnal induljunk! Azzal nagy vidáman mind elindultak lefelé a kupacról. Gyerekek, vigyázzatok magatokra! Ne félj, hamarosan visszajövünk. És akkor majd megkérdezem tőletek, hogy mi újság kuflik, jó? De a kuflik ezt már nem hallották. Leértek a kupac aljába, aztán eltűntek a hóval borított réten arrafelé, amerre jégcsapokat csörget a bokrok kopasz ágain a szél. Zödi és Valandér. Néptelennek tűnt az elhagyatott rét. Körben a bokrok olyan mozdulatlanul álltak a tavaszi napfényben, mintha odafestették volna őket. Kilenc! De Pofánka tudta, hogy ez csak a látszat. Tíz! Jaj, ne! Ezek szerint megint szerda van. Na igen, mert hogy ez pont szerdán, a bujócskázás világnapján történt. Pofánka alig ugrált néhányat, ismerős dologra lett figyelmes egy vadgombóc bokor lombjában. Megvagy, Zödön! Ez nem ér. Mindig olyan gyorsan megtaláltuk. Dünnyögte panaszosan Zödön. Mit tegyünk, ha ilyen nagyra nőttél? Te csak egy mamut fenyő mögött tudnál rendesen elbújni. Hihi! Ebben a pillanatban valami kékre lett figyelmes egy póklábfa vastag gyökerei mögött. Látlak, Valér! Tudtam, hogy ez lesz. Túl alacsony vagyok, hogy elérjem a magasabb ágakat. Én örülnék, ha ilyen kicsi lehetnék. Én meg téged irigyellek, hogy eléred a legmagasabban lévő dolgokat is. Meg a moziban is mindig látsz az előtted ülőtől. Az elhagyatott réten nincs is mozi. Jó, de ha lenne? Akárhogy is. Néha szívesen cserélnék veled. Könnyű megoldani. Szólalt meg ekkor egy szörteknőc a hátuk mögött. Egyetek oda-vissza gumót. A sárga mag összemeneszt, a barna pedig megnöveszt egy kis időre. Megismeritek a rendkívül csúnya, penészes sajtszínű leveleiről. Az össze-vissza gumónak büti szaga van. Hát igen, ezért ismerik kevesen a hatását. Tényleg nem túl étvágygerjesztő, de a kíváncsiságom nagyobb az undoromnál. Csak össze ne keverjük a színeket! Gyorsan bekapták őket. Hát,
Közben Pofánka mindenkit megtalált. A kuflik gyorsan átsiettek hát a tisztás túlsó felére, ahol a vadgombóc cserjék és a pókláb fák nőttek. Mikor odaértek, alig hittek a szemüknek. Veletek meg mi történt? Kiáltotta Titusz. Kipróbáljuk, milyen akkorának lenni, mint a másik! Nézzétek, mennyire fürgén tudok ugrálni. Én meg nyújtózkodás nélkül elérem a fák tetejét. Olyan, mintha nem is ti lennétek. Ingatta a fejét Hilda. Szerintem olyanok, mintha egyszerre látnánk Zödöt túl messziről, Valért pedig túl közelről. Így bárhová be tudok mászni vadsóskáért, és sokkal könnyebben megy a bukfencezés is. Én meg akármilyen messze ellátok ilyen magasból. Hát igen, viszont kérdés, hogy ezentúl lehet-e Zödönt Zödönnek hívni? Valért meg Valérnak? Így valahogy már nem illik rájuk a nevük. Ez igaz? Lehet, hogy Zödönt ezentúl... talán Zödinek kéne szólítanunk. Valért pedig... Ő lehetne Valandér, az olyan óriásnak való név. Szó se lehet róla. Azért, mert megnőttem, még Valér vagyok. Csak most kicsit rövid lett neked ez a név. De Zödön neve is rövid, pedig ő eddig nagy volt. Igen, de azt kicsi korában kapta, amikor még nem volt akkora. Nem is ez a fő baj, hanem az, hogy lakást kell cserélniük. Valérnak, aki túl kicsi lesz az eddigi ürege. Micsoda? Akkor hát meg kell nagyítanunk Valér lakását. Jaj, már megint egy építkezés. Ha cserélünk, hova fér majd el az óriási szárított vacsóska gyűjteményem és a szotyola héjjal töltött gyógypárnáim? Én meg nem fogok lejjebb lakni! Onnan nem szép a kilátás! Pont, hogy onnan szem. Mert mindkét üregből ugyanazt a rétet látni. Ám ekkor... Most meg mi történt veletek? Elmúlt az oda-vissza bogyó hatása. Semmi baj, fiúk. Mind a ketten így vagytok csinosak. Igazán. Kérdezte Zödön, és elpirult. Lustálkodni pedig így is, úgy is, ugyanúgy lehet. Ami pedig a kimerítő bujócskázás után kifejezetten hasznos foglalatosság. Tette hozzá Bélabá, és gyorsan el is heveredett a fűben. A többiek követték a példáját, amitől a bujócskázás világnapja azon mód a lustálkodás világnapjává változott. Ahol a jó bogyó terem. Szép napsütéses nyár elejé délután volt. A kup, illetve nem, elnézést. Borús téli reggel volt. Nagy pelyhekben hullott a hó a rétre a szürke, pocakos felhőkből. A kupacról még elhagyatottabbnak tetszett a rét, mint máskor. Ilyenkor télen alig történik valami érdekes. Ha unatkozol, igazán elkísérhetnél jó bogyót gyűjteni? Már megint elfogyott. Mit tegyünk, ha télen mindenki asztrák csálja? Jól van, na. Már is hozom a szánkómat. A hó vidáman ropogott, ahogy Titusz nagyokat szökkenve húzta maga után a szánt.
Nem sokára egy zölden világító közlekedési lámpához értek. Látod? Már itt is vagyunk. De hogy kerül ide ez a lámpa? Hogy kerül ide bármi is? Ugye, nem jó, hogy jóért jöttetek. Szólalt meg ekkor valaki a lámpa tövéből. Titus még sohasem látta az illetőt. Ja. Zöld, ilyenkor szabad szünetelni, vagy nem? Elfelejtettem sárgára állítani. Épp evédelni készültem. De ma egyébként is fejtörős nap van. Az mit jelent? Trak azt hetett jó bogyót, aki megold egy fejtörőt. Ez a mai. Tálcán sáskám táncát látván, kátrány hány lánybárány hányt rám. Az említett lánybárányok feketék, tehát kettő. Felébe is. Akkor hát jó bogyószedést. Azzal eltűnt, mint nyúl a cilinderben. Honnan tudtad a megoldást? Ez egyike a híres, teljesen értelmetlen fejtörőknek. Bármit válaszolhattam volna rá. Még szerencsé, hogy eljöttél velem. Én biztos megpróbáltam volna megoldani. Hol van itt jó bogyó? Épp mellett állunk, mondta pofánka, és lerázta a havat egy alacsony bokorról. Ahhoz képest, hogy elhagyatott, elég fura dolgok esnek meg ezen a réten. Na látod? Talán mehetnénk is. Felrakták a teli szatyrot a szára, és elindultak. A szél közben nagy kupacokba hordta a havat. Ajjaj! Vajon ebből a sok egyforma kupacból melyik a miénk? Szerintem az ott! Mikor odaértek, Titus vállára kapta a jóbogyós szatyrot, és elkezdett felfelé mászni a kupac oldalán. Hé! Mit csinálsz? Összerontod a hóteknősünket. Elnézést, azt hittük, ez a kufli kupacunk. Hogy lehet összetéveszteni egy kupacot egy hóteknőssel? Talán mert mindkettőnek egyformán kupac alakja van. Látom, semmi érzéketek a művészethez. Titus és pofánka tovább mentek. Megvan, ez lesz az. Állj! Hozzá ne merj nyúlni a hógolyó gyűjteményemhez! Ne izélj! Ez itt csak egy kupac! Nem kupac, hanem 5371 hógolyó! Egytől egyig én gyúrtam őket! Akkor is kupacnak látszik! Mert alcáztam őket! De nem adok belőle egyetlen egyet sem! Értitek? Ne is álmodjatok róla! Bármikor gyúrunk magunknak saját gyűjteményt! Legyintett Titus, azzal fogta a szán zsinórját, és magában füstölögve tovább indult. Nem érgelődj! A hörcsögök már csak ilyenek. Ekkor egy újabb, kisebb kupachoz értek. Elmászom rá! Hát, ha fentről meglátom a mi kupacunkat! Nem látok semmit! Olyan sűrűn hullik a hó! Ekkor váratlanul megmozdult alatta a kupac. Segítség! Miben segítsek? Te meg hogy kerülsz ide? Leültem ide, és azon töprengtem, vajon mikor jöttök meg végre? Közben úgy tűnik, kicsit belepett a hó. Töprengtél? Ha nincs kézni rágcsálni való jó bogyó, előfordul. Hoztunk egy nagy szatyorral! Csak visszajövet, nem találtuk a kupacunkat. Itt van néhány lépésnyire. Gyertek! Kisvártatva pofánka és Titus ott állt barátai között a kufli kupac tetején. Nagy volt az öröm. Miközben rágcsálni kezdtek, Titus elmesélte a többieknek az ötszemű bogyóőr teljesen értelmetlen fejtörőjét. Pompás! Igazán ideje volna, hogy rendezzünk egy teljesen értelmetlen vetélkedőt az elhagyatott réten. Ez nagyon tetszett a kufliknak. De mivel elég hideg volt már, a részletek megbeszélését másnapra halasztották. Most inkább mindenki hazament melegedni a saját kufli üregébe. A kupac elcsendesedett.
A Titus szánkója körül szétdobált jóbogyó héjakat lassan belepte a hóba. Tegnap hallottam egy találós kérdést, aminek fura fejű sárga kufli volt a megoldása. A kuflik és a máshogyoszkóp. Közönséges őszi hétköznap volt. Kövér felhők vonszolták hosszú árnyékukat a rét felett. Minden szürke volt, és valahogy olyan kedvetlen. Ajajajajajajajaj! Sóhajt a fityirc, és a bal zsebéből a jobb zsebébe rakta kedvenc lila gombját, ám ebben a pillanatban... Hívtál? Hát itt vagyok. Mondta a Sámli, és ugrott egyet a levegőben. Tévedsz? Nem hívtam, senkit sem. Dehogy nem. Azt mondtad, hajajajajaj, aztán átraktad a lila gombodat a bal zsebedből a jobb zsebedbe. Nem tudtam, hogy ezzel ide lehet varázsolni egy Sámlit. Vonogatta a vállát Fityirc. Én nem Sámli, hanem egy máshogyoszkóp vagyok. Ez a foglalkozásom. Aki rám ül, az meglátja, milyenek a dolgok. Milyenek? Hát épp ez az. Másmilyenek. Mosolygott a Sámli. Máshogyoszkóp, haver! Akarom mondani, a máshogyoszkóp. Gyere, próbálj ki. Na jó, Fityirc, ahogy leült a Sámlira, máshogyoszkópra, hirtelen az egész rét nagyon, de nagyon furcsa lett. Minden ilyen különös, kérdezte rémülten Fityirc. Most olyannak látsz mindent, amilyennek magát képzeli, mondta a Sámliszkóp. Ekkor Fityirc két fura alakra lett figyelmes. Az egyikük kalapja Béla bájéra emlékeztetett. Szia! Köszöntek rá Fityircre. Milyen jó kis Sámli találtál magadnak! Ahogy Fityirc felállt, a két idegen Bélabává és Valérrá változott. Elnézést, a máshogyoszkópon ülve nem ismertelek meg benneteket. Azt hittem, ez egy Sámli. Szögdítsed közelebb, Valér. Nem hiszem el, hogy ilyen nehéz volna megjegyezni a nevem. Máshogyoszkóp vagyok. Gyertek, próbáljátok ki. Biztatta barátait Fityirc. Ott a meglepve Bélabá. Ott az az óriási valami például ki lehet? Mutatott egy muszkins lényre Valér. Mit bámultok, srácok? Talán van valami szokatlan rajtam? Bámult rájuk Titus. Erről a máshogyoszkópról nézve elég fura voltál. Nevetgélt Bélabá. Ha ráülsz, majd meglátod. Ezt ki kell próbálni. Hú, a mindenit. Tisztára, mintha álmodnék. Te ilyeneket szoktál álmodni? Kérdezte rémülten Valér, aki alig tudott elhajolni egy éppen arra ugráló furcsa valami elől. Itt jön egy másik ide. A Sámlin ülők mind a fűbe borultak. A macska rúgja meg! Hiszen ez Hilda és Pofánka. És mi ebben olyan meglepő? Ha ide ülsz mellénk, majd megérted, mondta Titus. A kuflikin már Hildával és Pofánkával együtt visszatelepedtek a Sámlira. Csak Fityircnek nem jutott már hely. Én már úgyis eleget láttam. Na most nézzétek meg Fityircet! Nagyon furcsa. De Fityirc pont olyan, mint máskor. Mi ebben a különleges?
talán elromlott a máshogyoszkóp. Azt kikérem magamnak, pupák! Biztosan nem romlott el! Rázta a fejét Bélabá, és Fityérc háta mögé mutatott. Egy egészen apró lény közeledett a fűben, vacsóska levelet vonszolva maga után. Szia, zödön! Köszönt a lénynek könnyedén Fityérc. Ez tényleg ő? Füledezett pofánka. Keljetek fel a Sámliról, és meglátjátok! Bólintott Fityérc. Amikor felálltak, barátai alig hittek a szemüknek. Mit csodálkoztok? Értetlenkedett zödön. Sosem láttatok még éhes kuflit. Máshogyoszkópról nézve még soha! Rázta a fejét Titusz. Gyere, próbáld ki te is! Felőlem, úgysem ültem még mákonyos pókon. Már késő! Lejárt a munkaidőm! Ma már ne is hívjatok többet! Azzal eltűnt, mint légy a levesben. Hát jó, akkor folytatom a vacsóska gyűjtést. Mi meg elkísérünk, verte hátba vidámon Titusz. Úgy közben megjátsszuk azt, hogy úgy nézünk ki, amilyennek látni szeretnénk magunkat, ha valaki olyan lennénk, aki minket néz. Kiáltotta lelkesen pofánka, mikor elindultak. De mivel ebből senki nem értett egy szót sem, ezután inkább kergetőztek meg bujócskáztak, míg el nem fáradtak mindannyian.